Hello, Kim Alrijk and Groen Amsterdammer, Netherlands. I have a question. Ms. Judith Sargentini made the report in Hungary. She has a certain track record now, maybe. But what do you think about the report? What do you think about the way she handled this? Én elolvastam ezt a jelentést. Ennek a legfontosabb pontja szerintem az, hogy azt írja Sargentini asszony, hogy a bizottság, amit ő vezetett, nem küldött Magyarországra hivatalos delegációt. Ezért ő kénytelen volt magánalapon eljönni Magyarországra. Nem tudom, értik, hogy miről beszélek? Egy ország ellen eljárást akarnak indítani, és a bizottság, a Libe bizottság azt a fáradtságot sem veszi, hogy egy hivatalos delegációt küldjön Magyarországra, amely hivatalosan föl tudja mérni az ottani helyzetet, hanem magánalapon utazik oda az ügyben elszánt képviselőasszony. És ő is azt mondja, hogy legközelebb ennek nem szabadna előfordulni. Szerintem most sem szabadott volna. És ha már előfordult, ezen az alapon nem lehet ilyen jelentést előterjeszteni az európai képviselők elé, mert ezzel becsapják az európai képviselőket, akik azt hiszik, hogy egy tisztességes vizsgálatnak az összefoglalását tartják a kezükben. Holott az anyagban is benne van, hogy sajnos nem. Semmilyen hivatalos delegáció nem jött Magyarországra, ezért velünk nem is tudtak beszélni. A magyar kormány esélyt sem kapott arra, hogy ezekre a kérdésekre bármit mondjon. Mert nem volt hivatalos delegáció, amelynek jogilag rögzített eljárásban egyeztetnie kellett volna velünk. Ez egy kalóz akció. Fontos, hogy jó és kellő méltósággal tűrjük ezt. Tessék.